Idén tavasszal debütált az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Huszti Andrea, Szanyi Tibor és Székely Sándor alapította a pártot. A párt fiatal kora ellenére egy felmérés szerint a teljes népesség körében 2%-ot érne el a választáson, a falvakban ez akár 5% is lehet. A vonalban Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Azért az iménti számok reményteljesek, ehhez képest Gyurcsány Ferenc nem számolt önökkel az ellenzéki baloldali összefogásban, amikor a pártokat sorolta fel a 14 pontjában. Gyurcsány Ferenc nem számol önökkel, önök viszont számolnak vele? Mi elsősorban programalapú együttműködésekre készülünk bárkivel, és ebben a programban, a mi programunkban, a fókuszban mindenféleképpen az emberek élete, jóléte, jövedelme áll. Tehát én úgy látom, hogy az a most kerekedő ellenzéki összefogás, aminek vagy részesei leszünk, vagy nem, ezt még a jövő fogja eldönteni. Ennek azért egyelőre még program oldalon nem nagyon van errefele kitekintése, tehát egyelőre még úgy érzem, hogy igen távol állnak a gondolatok, de hát közelítsünk, tehát rajtunk ez nem fog múlni. Ön azt mondta, hogy a politikában csak az emberek jövedelmi helyzete számít, nem a ködös ideológiai szólamok. Nem sérti ezzel ön ezzel a megjegyzéssel a választókat? Hiszen azt mondja, hogy nem számít, hogy konzervatív baloldali, hanem csak az számít, hogy mennyi van a pénztárcájában. És nem degradálja a politikát is ön, aki tapasztalt politikus? Én azt hiszem, hogy az ilyen sarkos megfogalmazásoktól azért jobb, hogyha az ember egy kicsit távol tartja magát. Nem hiszem, hogy csak ez vagy az vagy amaz számítana. De azért lássuk be, hogy ez számít a legjobban. Ez egy elég régi politikai tapasztalat, és én úgy gondolom, hogy erre sokkal nagyobb figyelemmel kellene jövőre. Mi azzal foglalkozunk, hogy miként és hogyan lehetne 200 000 forintra fölemelni a havi nettó minimálbért, vagy az, hogy hogyan lehetne azokat a megoldásokat megtalálni, hogy 100 000 forintnál azért senkinek ne legyen kisebb jövedelme. Például ugyancsak, ami szégyen teljes a családi pótlék, a mai 12 500 forintot azért mi igencsak megháromszoroznánk, és hát gondolni kell a nyugdíjasokra, mert főképpen most a járvány idején a infláció úgy elvitte a kis emelésüket, hogy csak na, és azért nekik is egy 37 500 forintos nyugdíjpótlékban gondolkodunk. Ezek azok a sarokkövek, mondom így, amit mi a leges-leges legfontosabbnak tartunk, de nyilvánvalóan hát rengeteg minden tartozik a jólléthez, csak például mondom, hogy a kisvállalkozások világába mind a mai napig nem tudott oldódni az a borzalmas elvárásköteg, majdnem azt mondom, hogy néha a hatósági terror, ami éri őket, és ezekkel a dolgokkal tényleg foglalkozni kell, és ez van a fókuszban nálunk, és ez persze nyilván nem lehet semmiféleképpen kizárólagos, de abszolút tekintettel vagyunk az egyéb emberi igényekre, az egyéb szellemi igényekre, de ezt tartjuk mi a fókuszban. De azért a sarkos megfogalmazás, amit az ön az imént kritizált, azt ön mondta az ideológiai szólamokkal kapcsolatban, és hogyha még ezt a gondolatot egy picit tovább visszük, hogyha az embernek nincsenek ilyen aggályai a közös, ködös ideológiai szólamokkal kapcsolatban, akkor esetleg könnyebben lép valami fajta együttműködésre más pártokkal, például a Jobbikkal, hiszen például sok szavazó vett ez okon a baloldali összefogásnak azt, hogy szerencsén nyíltan támogatták az antiszemita Bíró Lászlót. Önök nem félnek attól, tartanak attól, ha belépnének ebbe az összefogásba, akkor önöket is érheti az a vágy, hogy miért is kokettálnak a Jobbikkal? Hát a Jobbikkal mi nem szeretnénk kokettálni, ez nagyon világos politikai tény nálunk, de egyébként, hogyha volt egy kedves és tényleg engem idézett, akkor azért nem az általában az ideológiai szólamok ellen szóltam, hanem a ködös ideológiai szólamok ellen szóltam, hát mi a magunk részéről egy baloldali párt vagyunk. Tehát ilyen értelemben azért nálunk is vannak olyan ideológiai alapvetések, amelyek egyébként roppant világosak, egy 82 pontos
kis programban fejtettük ezeket ki, de ténylegesen a ködös ideológiai szólamokkal ott már nagyon komoly problémáink vannak. De vissza az eredeti kérdésére, tulajdonképpen mi semmilyen szélsőséges erővel nem kívánnánk együttműködni. Ez a roppant egyszerű válaszunk erre a problémára. Igen, de ha ebbe a baloldali összefogásba belépnének, amelyről Gyurcsány Ferenc azt mondta, éppen a Jobbik kapcsán, hogy a Jobbik állandó figyelmeztetésével, hogy történelmi nemzeti magyarságunkat őrizni és védeni kell, nagyon is helye van ebben az összefogásban. Maga Bauer Tamás is, aki a DK alelnöke volt korábban, azt mondta, hogy nincsen ilyenfajta eszmei alap. Mit gondol ön erről? Hát eleve én már a megfogalmazásnál nagyot csodálkozom tekintettel arra, hogy amit ön említ, ez a színes demokratikus összefogás, hát ez mindennek nevezhető, csak baloldalinak nem. Tehát a baloldali gondolkodásnak mi egyelőre nagyon kevés nyomát látjuk ebben a konglomerátumban, főleg, hogyha egy baloldali összefogásba belefér a Jobbik, akkor az végképp nem lehet baloldali, tehát ebből a szempontból mi érezzük a különbségeket. De kétségtelen tény, hogy mi a magunk részéről mind a 106 helyen, 106 egyéni körzetben állítunk jelöltet, ahol van előválasztás, ellenzéki előválasztás, ott teljesen természetesen szeretnénk megmérkőzni. És az a célunk nekünk, hogy az országgyűlésben, a 22-ben alakuló országgyűlésben legyen egy erős baloldali frakció, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak a frakciója, ahol tulajdonképpen azokat a követeléseket most már végre artikuláltan és hangosan meg tudjuk jeleníteni, amikért egyáltalán ez a párt alapul. Tehát a frakció alapítás nekünk tulajdonképpen az egyik legfontosabb célkitűzésünk, és mi ebben nem a technikai megoldásokat keresjük, mi a politikával szeretnénk érvényesülni. Megmondani az embereknek világosan, hogy mit szeretnénk, mi az, amit mi kínálunk, mi az, amit mi el tudunk intézni, mi az, amivel törekszünk, és arra vágyunk, hogy ezekre az emberek szavazzanak. Technikára nem szavaznak. A Századvég Alapítvány novemberi 1000 fős reprezentatív közvélemény kutatásának az eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók közel 3/4 elégedetlen az ellenzéki pártok munkájával, és ennek legfőképpen az az oka, hogy nem látják a határozott programot. Talán már ön is utalt rá, hogy az nem elég a választásokra, hogy mit nem akarnak, jelesül Orbán Viktort. Nem kellene megfogalmazni valami határozottabb, láthatóbb, világosabb programot az ellenzéki összefogásnak, amennyiben ilyen lesz? Hát, hogy ők mit csinálnak, az is egy dolog. Mi viszont nagyon határozottan megfogalmaztuk a programunkat, és egyébként nem véletlen, hogy ez nagyon jó visszhangra talált. Ön is utalt a beszélgetés elején erre a bizonyos közvéleménykutatásra. Egyetlen egy ponton még azért nagyon nem egy, több ponton erősítenünk kell, mert például azért az, hogy a lakosság kb. 1/5 van tisztában mi létünkkel, meg úgy nagyjából az törekvéseinkkel, 1/5, azért ez viszonylag kevés, ellenben ezen belül 9%-osra mérték az elfogadottságunkat, tehát hogy akár szavaznának is ránk, viszont azért ezt, hogyha kivetítjük országos egészre, ez már 2%, de nagyon nagy öröm számunkra, hogy a falvakban viszont 5% ez, aki elképzelhetőnek tartja, hogy ránk szavazzon. Ez ön szerint minek köszönhető? Hát annak köszönhető, hogy a programunk nagyon világos és nagyon átlátható, és itt mondtam, ennek a gerincében az embereknek a jövedelme, az emberek életviszonyai, életkörülményei, jólléte, ezeket állítottuk, és ez nagyon világosan képviselik egyébként a jelöltjeink, sőt, hát most lassan debütálnak egyenként a jelöltjeink, Csepelen Pál Éva, a Neoton énekese, aki személyes sorsával is bizonyította azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk abban az elképzelésben és abban az irányban, abban a baloldali irányban, amit mi egyébként hirdetünk. Ugye fiatal pártról van szó, ahogyan ön is említette. Miért éppen a falvakban ilyen népszerű? Mi azt hisszük egyébként, hogy azért, mert mi arrafele is hallatjuk a hangunkat. Politikai zsargonban mondva, a falvak fele is beszélünk. Például volt nem utolsó sorban ez a borsodi választás. Időnként a falvakat töltöttük. És
már a kampány alatt. És nagyon-nagyon meghálálta magát ez a dolog. A falvakban, ahol egyébként sajnos tényleg sok helyet nagyon komoly nyomor van, ott igazából az emberek a világos beszédre borzasztóan meg ők. És mi úgy érezzük, hogy a mi világos beszédünk, a világos beszédre vágyó magyar vidéken visszhangra talál. Mindenki ezt jónak tartjuk. Köszönöm szépen Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltjét hallották.